Szerinted miért fontos az állampolgári részvétel? Hát az aktivitás az nagyon fontos dolog, főleg azért, mert egyre jobban vagyunk elaltatva, vagy így félállomba. Ezt magamon is látom, hogy egyre inkább antiszociális vagyok, meg visszahúzódó, és hát erre rá kell gyúrni, hogy az ember még életében ne halljon meg szellemileg, vagy ne aludjon el. Mi segíthetné, hogy ez az állampolgári aktivitás erőteljesebb legyen, vagy mindennapibb legyen? Hát pont ez egy jó kérdés, hogy hogyan illeszthető be az életrendbe, vagy a táncrendbe úgy, hogy az egy jó kis praxise alakuljon ki. Ezen el kéne jobban gondolkozni. Szerintem a mi utánunk jövő generáció sokkal intenzívebb szellemi életet él. Találkoztam, tudom én, 20 évesekkel, és hál' Istennek nem azt kell mondanom, hogy ezek a mai fiatalok, hanem sokkal többet tudnak nekünk nyújtani, mint mondjuk szerintem már az ilyen befásult 30-40 éves korosztály, akik már szkepszissel, meg egzisztenciális problémákkal vannak inkább elfoglalva, a fiatalok sokkal frissebben tudnak reagálni. Én ismerek csomó ilyen aktivista gyerkőcöt, meg szervezetet, akik szimpatikus dolgokat csinálnak. Aztán hát sajnos a korral jár, hogy minél idősebbek úgy kezdenek ők is aztán sajnos megkopni. Hát ezt nem tudom, hogy ember specifikus az, hogy tényleg ki tudja ezt a fajta intenzitást átvinni aztán a későbbi életébe. Pont mikor jöttem ide felé jövet, azon gondolkoztam, hogy milyen tréningeket lehetne kitalálni először arra, hogy ez egyéneket felkészíteni arra, hogy be tudjanak újból illeszkedni a közösségbe, és mikor már eléggé felkészült az egyén, akkor megnyílik az út, hogy kiválassza magának azt a fajta kis közösséget vagy szervezetet, amiben tud működni hasznosan. Hát jó lenne ezekről a szervezetekről mondjuk többet tudni. Azt hiszem, hogy így vannak, gondolom, így maguk, hát nem is az, hogy zárkózva, de hogy sokkal, sokkal nagyobb nyilvánosságot érdemelnének, vagy hogyha megkapnák, és jobban lehetne róluk tudni, meg azokról az emberekről, akik csinálják, akkor lehetne szimpátiával odafordulni.